Az elmúlt néhány év a legtöbb cég esetében okozott előre nem várt nehézségeket, elég csak a pandémiára vagy annak hatásaira gondolni. Vannak, akik azt mondják, hogy most nehezebb vezetőnek lenni, mint bármikor eddig. Sőt, napjainkban talán minden korábbinál többet ér a kollégák lojalitása, hűsége, kitartása és motivációja. Erről beszélgetünk Haszás Péterrel. Szia, köszönjük, szia, köszöntünk, hogy eljöttél. Köszöntöm a hallgatókat. Ugye te szinte nap mint nap találkozol vezetőkkel és munkavállalókkal is. Hogy látod, hogyan lehet a legjobban motiválni a beosztottakat? Ez egy nagyon tág téma, tehát pár percben igyekszem összefoglalni. Tulajdonképpen azok a kollégák lesznek motiváltak, akik azt érzik, hogy fejlődnek, akik azt érzik, hogy mikor este lefekszenek, akkor úgy érzik, hogy jutottak egyről a kettőre, tehát valahogy közelebb jutottak a céljukhoz. Most hogyan lehet motiválni őket, vagy hogyan lehet ezt a fejlődés érzését kelteni bennük? Hát fejlődhetnek mondjuk a feladatvégzési hatékonyságukban, fejlődhet a hozzáállásuk valamiben, kaphatnak nagyobb felhatalmazást, lehet nagyobb döntési jogkörük, fejlődhet valamilyen kompetenciájuk, természetesen fejlődhet valamilyen mérőszámuk, tehát hogy rengeteg felület van alapvetően a vezetők kezébe, csak nem ebben gondolkodunk, vagy nem ebben szocializálódtunk, vagy nem szoktuk meg, mert azt szoktuk meg, hogy alapvetően alapvetően egy ilyen munkaerő többlet van a munkanélküliség, és az emberek és a munkavállalók kiszolgáltatottak egy picit idézőjelbe a munkaadónak, és ez most egy picit megfordult ez a történet, és sok vezetővel találkozom, aki magát érzi kiszolgáltatottnak, és már nem mer szólni, nem mer negatív visszajelzést adni a kollégáknak, nehogy baj legyen belőle, és nehogy elmenjenek, nehogy Isten. Szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít, és én ezzel abszolút egyetértek, bár azt azért hozzátenném, hogy nyilván a pénz hiánya azért meg tudja keseríteni az életet. Te hogy látod, hogy például az anyagi juttatásnak a mértéke, az mennyiben tudja befolyásolni a motiváltságot a dolgozóknál? Igen, erről mindig eszembe jut az a mondás, hogy engem nem izgat a pénz, hanem nyugtat. Tehát, hogy, és ez nagyjából igaz is egyébként. Tehát, hogy nyilván van egy alap szint, ne legyünk álszentek, hogy azt mondjuk, hogy nem érdekli a kollégákat a pénz. De itt ketté kell választani szerintem azt, hogy amikor valaki munkát keres, akkor elsősorban a pénzt meg a feltételeket nézi, de amikor már ott dolgozik egy helyen, akkor sokkal inkább felértékelődik az, hogy egyébként ott hogy érzi magát, tehát egyébként ott milyen vezetői támogatást fog kapni. Pont idefelé jött egy üzenet, és olvastam egy kutatást, egy egyetemisták körében végzett viszonylag nagy számú felmérés, a nagyjából Z generációról beszélünk, hogy ők egyébként, amikor ott vannak egy munkahelyen, akkor mit tartanak fontosnak, és teljesen egyöntetűen az jött ki, hogy nyilván amikor keresnek, akkor ott van a pénz, de ott a támogató vezetői magatartás. Tehát nagyjából ez volt a megfogalmazás. Jó, hogy szóba hoztad a Z-generációt, mert pont a tegnapi adásunkban is szó volt róluk, arról, hogy hova szeretnek járni kirándulni, meg hogy mi mindent fogyasztanak digitálisan, de egyébként a munkaerőpiacon ők mit keresnek azontól, amit említettél egyáltalán? Szeretnek még, vagy szeretnének még dolgozni ilyen klasszikus munkahelyeken? Hogyan lehet őket jól motiválni? Én azt gondolom, hogy legalábbis amit mi látunk, jó részt KKV-kkal dolgozunk együtt, tehát KKV-szektorban. A vezetői odafigyelés az, ami a leginkább hiányzik. Tehát ugye minél inkább a fiatalabb generáció felé nézünk, annál kevésbé kapnak valódi odafigyelést ezek a gyerekek, fiatalok és a többi. Iszonyatosan igénylik azt, hogy tényleg valaki odafigyeljen rájuk, valaki adjon nekik visszajelzést, hát a visszajelzéseknek az ereje az elképesztő. De az talán minden generációnál fontos, hogy hogyan kommunikál velünk a vezető. Igen, egyértelmű, tehát mindenképpen. Ugyanakkor nyilván egy idősebb generáció, idézőjelben az idősebbet, tehát egy 40-45 plusz, 50 pluszos generációnál kicsit máshogy szocializálódott. Tehát ő, nem tudom, most megyünk, szélsőségeket mondjuk, tehát nagyanyám el sem tudja képzelni azt, hogy elmenjen egy cégtől, ha csak nem rúgják ki, mert elkezdett dolgozni valahol, és 40 évig ott dolgozott. És ahogy megyünk lefelé, és ahogy fiatalodik a korosztály, ez csökken ez az érzés, de nyilván egy 50 pluszos korosztályban azért ott van alapvetően. Jó, hogy emlegeted az éveket, mert ahogy a szerelemben is itt szokták mondani, hogy 6-8 év után elmúlik ez a nagy láng, és mostanában talán már egyre rövidül ez az idő, szóval, hogy 2-4 év után eljön ez a kiégési szint, ezt szerinted mi okozza leginkább? Igen, ugye mondják, hogy a kiégési hullámoknak van egy ilyen 6-8 éve,
de valóban, tehát mint hogyha mostanában 2-4 évente jönnének ezek a kiégési hullámok. Alapvetően a pszichológia azt mondja, hogy az illető elakadásba kerül. Tehát megszűnik az a, amit említettem, ez a fejlődési szakasz, tehát hogy elakad, elkezd stagnálni, tehát telnek a napok, és ugyanúgy telik. Tehát igazából úgy érzi nap után, eltelik egy hét, két hét, egy hónap, öt hónap, hogy semmi nem történt tulajdonképpen. És eltehetnek évek. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit az illető, és lefüggönyözött szobában otthon ül, hanem csinál, pöröghet is egy csomó mindent, de nem halad. Sőt, hát a fiatalabb generációra ez a szétforgácsolódás tipikusan jellemző, hogy ugye ez a FOMO jelenség, tehát a fear of missing out, tehát hogy félünk kimaradni dolgokból, ezért irgalmatlan sok mindenbe belevág, és amikor belevág egy dologba, attól tart, hogy esetleg majd másik kettőről lemarad, úgyhogy akkor abba is belevág egy picit, és így tovább, de tulajdonképpen nem halad előre. Tehát nagyon, hogyan nagyon lehet ebből minden... az állapotból kibillenni a legkönnyebben? Hát egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, nagyon stabil jövőképpel. Ezzel kapcsolatban nincsenek jó híreink, mert ha megnézzük a magyar lakosságot, tehát most ebben a társadalomban jelenleg, ahogy élünk, a lakosság 80%-ának nagyságrendileg, most nem tudok pontos adatokat, de nagyon komoly jövőkép bizonytalansága van. Tehát, hogy eleve vezetőként arra kellene berendezkednünk, hogy olyanokkal kell dolgoznunk, akiknek bizony jövőkép bizonytalansága van, és őket kell valahogy megmozdítani. Hát ez nem könnyű feladat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nem túl pozitív gondolatok de remélem, hogy minél több vezető hallotta a gondolataidat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönjük szépen.